Nem sérti az alkotmányt a kórházi anyanyelv használatról szóló törvénymódosítás, ezt állapította meg a tanáros testület mai ülésén, amelyen az ellenzéki pártok óvását tárgyalta. A PNL, az USZERI és a PMP annak ellenére fordult az alkotmánybírósághoz, hogy képviselői a plénumban megszavazták a jogszabályt. A képviselőház tagjai kivétel nélkül megszavazták azt az RMDSZ-es jogszabálymódosítást, amely előírta, hogy azokon a településeken, ahol a magyar lakosság számaránya 20% fölött van, vagy eléri az 5000 főt, kötelező lesz a magyar nyelv használata a kórházakban és a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézményekben. Az RMDSZ politikusai akkor azt mondták, a román politikum megérett az ilyen kérdések tárgyalására. Pár nap múlva azonban bekövetkezett az ellenzéki pálfordulás. 124 honatja írta alá az alkotmánybírósághoz benyújtott óvást. Azt kifogásolták, hogy a törvénytervezet nem biztosítja a jogszabály előtti egyenlőséget a társadalomban. A taláros testület mai ülésén azonban a kisebbségek javára döntött. A Magyar Érdekvédelmi Szervezet üdvözölte az alkotmánybíróság egyhangú határozatát. Ez a jelzés nagyon fontos, mert hamarosan következnek újabb törvénytervezeteink, ami a nyelvi jogokra és a szimbólum használatra vonatkoznak, és minden esetben azt gondolom, hogy ha az alkotmánybíróság hasonlóan vélekedik és szerint el fogja tenni, akkor az erdélyi magyarságnak nyert helyzete van. Az RMDSZ képviselőházi frakciójának a vezetője híradónak azt mondta, további gáncsoskodásra számít az ellenzéki pártvezetők részéről. Úgy vélte azonban, hogy számos ellenzéki képviselővel nagyon jól együtt tudnak dolgozni, és reméli, hogy Traian Băsescu és Raluca Turcan is előbb-utóbb megértik, hogy a kisebbségi jogok nem a többségtől vesznek el jogokat, hanem éppen az egyenlőséget biztosítják.